Külön szeretettel szeretném köszönteni Tóth Sanyi pásztort, aki Debrecenből érkezett közénk. Ma este ő fogja Isten igéjét hirdetni közöttünk. Már biztosan nagyon sokan hallottátok őt, beszélgettetek vele, és akik nem ismeritek őt, nektek szeretnék mondani néhány információt Sanyi pásztorról. Ő a Debreceni Új Remény Baptista gyülekezetnek az alapító lelkipásztora. 19 éve dolgozik fiatalokkal, fiatalok között, ég a szíve, értünk fiatalokért, és ő egy örök fiatal, így szolgál az Úrnak. Feleségével és gyermekeikkel, három gyönyörű lányukkal érkeztek közénk, és egészen csütörtökig velünk vannak. Úgyhogy keressétek őt, bátorítsátok, neki is szükség van bátorításra a szolgálatban, és fogjatok kezet vele, mondjatok egy bátorító igét számára. Nagyon fontos, amit olvastam az életrajzából, hogy a bemerítése előtt ezt az imádságot mondta. Uram, ne engedd, hogy az irántad való tűz, szenvedély kialudjon szívemben. Segíts azt újra és újra felgerjeszteni. Amen, így legyen. Köszöntünk sok szeretettel, és kívánunk áldást a mai szolgálatodra is. Köszönöm a kedves szavakat, és bár nem látlak titeket, de érezlek. És örülök neki, hogy együtt lehetünk ezen a mai estén. Minden kezdet nehéz, de minden kezdet nagyon lényeges. Talán arra gondolhatunk, hogy ez a tábor, ez most kezdődik, és még lesz néhány nagyszerű nap, de azért mindenképpen érdemes tudnunk és látnunk, hogy mindig az adott pillanat, az adott nap a lehetőség az életünkben. A holnap az reménység szerint a miénk lesz, de mindig az adott nap adatik Istentől lehetőségképpen az életünkben, méghozzá jó döntéseket hozzunk. Ezért a mai este is lesz lehetőség dönteni, kinek-kinek azt szerint, hogy az Isten igéje érinteni fogja majd a szívét és az életét. Arra bátorítalak, hogyha Isten munkálkodik már a szívedben, és akiben munkálkodik, az jól tudja, vagy remélhetőleg a mai este még inkább világosra válik a számára, akkor ne halogasd azokat a döntéseket, amelyekre Isten mozgatja a szívedet. Ne várj a holnapi napra. Ne várj arra, hogy majd valami történik, hogy majd egy kicsit később. Ha Isten munkálkodik a szívedben, készíti a szívedet, akkor engedj neki. A zsidókhoz írt levélből szeretnék olvasni a Bibliából a 6. fejezetből, méghozzá az első verstől, néhány igeverset, és szólni a győztes életről, kik lehetnek a győztesek, hogy egyáltalán hogyan is van az, hogy bennünket Isten győzelemre hívott el, győzelemre teremtett meg. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének első versétől így olvasok Isten igéjét. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek. A mosakodásokról, a kézzátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszerre megvilágosítottak és megízlelték a mennyei ajándékot, és részesévé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növény terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől, amely pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége a megégetés. Felületek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen bennem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket,
amikor az Isten Ábrámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. Eddig olvassuk az Isten igéjét. Az első szakaszban, ebben a felolvasott fejezetben van néhány alapvető dolog, amelyről a Biblia azt mondja, hogy alaptanítás. Alapelvek. Jó ezekkel tisztában lenni. Szeretném megkérdezni tőletek, valamennyire most már így látlak benneteket, ki az közületek, aki ha ma elkérnék a lelkét, el kellene költözni ebből a világból, akkor biztos benne, hogy a mennyországba kerülne. Sokan vagytok. És ki az, aki ebben nem biztos? Olyan is van, néhány, aki fel is emel a kezét. Nagyon nagyszerű dolog, ha ezt már látod. Óriási dolog, ha tisztában vagy vele, hogy már abban a szellemi állapotban vagy, abban a kegyelmi állapotban vagy, hogyha meghalnál ma, akkor Isten előtt meg tudnál állni, és az is óriási dolog, ha látod, hogy ha ma meghalnál, akkor nem tudnál megállni Isten előtt, mert van lehetőséged élni az Isten bűnbocsátó kegyelmével. Néhány dolog, amelyel kezdődött az ige szakasz. Az első dolog, azt mondja itt a Zsidókhoz írt levél írója, hogy megtérni a holt cselekedetekből. Fiatalokkal, amikor beszélgetek, és vallási témáról, Istenről, Bibliáról kezdünk beszélgetni, és megkérdezem tőlük, hogyha ma meg kellene állnod Isten színe előtt, akkor mennybe jutnál el? Vannak fiatalok, akik vallásos hátterűek, akik azt mondják, hogy igen, úgy gondolom, hogy bejutnék a mennyországba. És akkor megkérdezem tőlük, hogy miért? Mit gondolsz, hogy miért jutnál be a mennyországba? Gyakran hallom azt a választ, hogy nem vagyok én annyira rossz. Vannak nálam rosszabbak is. Igyekszem én jól élni. Cselekszem én azért jó dolgokat. Igyekszem adakozni, segíteni másoknak. Na most ezekről a dolgokról mondja a Biblia, hogy ezek halott cselekedetek. Még a legnemesebb szándékból jövő jó tettek is, a leghumánosabb cselekedetek is halottak, ugyanis nem hoznak életet azok számára, akik ezt teszik. Nem azt mondom, hogy ezek rosszak és károsak a társadalomra, hanem nem mentik meg annak a lelkét, aki ezt teszi. A jó cselekedetek önmagában nem szereznek nekünk elég alapot arra, hogy beengedjenek bennünket a mennyországba. Ezért az emberek meg kell térni a jóságából. Vannak emberek, akiknek meg kell térni abból, hogy ők jók. Úgy gondolják, hogy náluk vannak rosszabbak is. Ők méltán kapják majd az Isten ítéletét, de hát ők azért annyira nem rosszak. Hadd mondjam, hogy meg kell térni ebből az állapotból, mert ha valaki a cselekedeteiben bízik, és azzal akarja kifizetni az Istent, elveszett. Isten azon ugyanis annyira tiszta, annyira szent, hogy nem lehet kifizetni jó cselekedetekkel őt. Nem lehet megfizetni az üdvösséget, nem lehet megfizetni vele való közösségért. Nem lehet kifizetni az árát, jó cselekedettel sem. Az első dolog, amelyről beszél a Biblia, hogy meg kell térni a holt cselekedetekből, a halott, életet nem hozó cselekedetekből. A másik alapvető dolog az Istenbe vetett hit. Ez is egy érdekes dolog, hisz az Istenbe vetett hittel kapcsolatosan sokféle vallás, a világvallások között is azért vannak átfedések. Vannak olyan világvallások, amelyek ugyanúgy az egyisten hitet vallják, mint mi keresztények. Mégsem elegendő ez a hit. A Biblia beszél az üdvözítő hitről. Az evangéliumi üdvözítő hit az azt jelenti, hogy hiszem, hogy Isten a teremtő. Ő az alkotó, ő a mindenható, egy igaz és örök Isten. Hiszek az ő fiában, Jézus Krisztusban, és hiszem azt, hogy ő személyesen az én életemért jött el, lett emberré, vállalta szent és tiszta életével az én bűneimet, helyettem, miattam is értem szenvedett a kereszten kihalált, hogy engem megváltson a halálra ítélt, bűnös, romlott, pusztulásra ítélt életből, az ördög hatalmából és a halál hatalmából. Ez jelenti az Isten vetett hit, Biblia értelemben. És itt már bizony az evangéliumi hit, a bibliai hit ütközik más vallások hitével, egy egészen más Isten képe rajzolódik ki, mint más
egy Isten hívő vallásokban a szerető, a megváltó Isten képe. Aki annyira szeret, olyan mérhetetlenül szeret, hogy ez a szeretet kimozdította a mennyből, hogy lejöjjön, és az emberrel azonosuljon, az Isten szeretetéből azonosult az emberrel. Olyan mértékben együtt érzett az elveszett állapotunkkal, hogy beleérezte magát egy emberi testbe, egy csecsemőnek a testébe. És akkor ebben az emberi testbe beleérezte az Isten magát, emberré lett az ő együttérző szeretetében, és együttérzésében szenvedett helyettünk, miattunk és értünk. Ez a szeretet, ahogyan az Isten szeret bennünket. Ez jelenti az Istenbe vetett hit. Biblia értelemben. Aztán beszél az Isten igéje a mosakodásokról, egészen pontosan a bemerítésekről. Mint fontos alaptanításról. Nem asszatoljuk a Bibliát. A bemerítés alapvető bibliai igazság. A bemerítés bibliai gyakorlata biztosítja azt, hogy az új szövetségi gyülekezet valóban megtért újjászületett emberek közössége, és nem benne felnőtt és beleszokott vallásos emberek közönsége. A bemerítések, nem véletlen a többes számban, ugye beszél a Biblia hitvalló bemerítésről. Amikor valaki hitre jut, felismeri, hogy az üdvözítő hitben, Krisztusban a megoldást, a megváltót, megérte az Isten szeretetét, megtér a halott cselekedetekből, és megérti, hogy Krisztus követni a legnagyszerűbb dolog, az első lépés az engedelmesség útján, hogy követi Krisztust a hullámsírba, azonosul Krisztussal, a Krisztus halálával, az alámerülésben, és Krisztus feltámadásával, amikor följön a víz fölé, amely halálos közeg az ember számára. A másik bemerítés, amikor a megtérő embert, aki elfogadja Krisztusban a megoldást, a Szentlélek meríti be, és kapcsolja be a hívők közösségébe. Az vágyik keresztények közé, az vágyik a gyülekezetbe, aki megtapasztalta az új életnek a csodáját. Abban vágy támad arra, hogy közösséget gyakoroljon az ő testvéreivel. Keresi a testvérek társaságát, mert élet van benne, és vonzódik azokhoz, akikben szintén ez az élet van. Én 1992-ig, 91-ig azt sem tudtam, ki az a Jézus Krisztus. Majd keresztényekkel találkoztam, akik tanúbizonyságot tettek nekem róla, és kezdtem olvasni a Bibliát, és 1992. májusában adtam az életemet át teljesen Krisztusnak, azért mennyi atyámnak megvallva az én bűneimet. De hadd mondjam nektek, olyan természetes vágy támad bennem, hogy menjek az Isten népe közé. Olyan vágy támad bennem, menjek az ifire, menjek a barátkozó bibliórájára, keressem a testvérekkel a kapcsolatot. Vágytam közéjük menni, mert élet támad bennem. Aztán a bemerítések után beszél a kézzátételekről a Biblia. Ugye többféle kézzátételről is beszél a Szentírás, de az egyik nagyon fontos, amit gyakorlunk is, hogy a bemerítkezés után kézzátétellel imádkozunk az új hívőkért, hogy teljenek meg Szentlélekkel, és a Szentlélek ajándékokkal áldja meg őket. Ugyanis a hívő ember az nem tétlenségre van kiválasztva. A hívő ember az Isten országának követe, és a gyülekezet közösségének az építő munkása. Mivel szellemi dolgot kell építeni, ez az nem működhet emberi eszközökkel. Isten országát, a gyülekezetet, a testvéreket építeni emberi okoskodással, emberi tehetséggel lehetetlen. A Szentlélek ajándékai szükségesek ahhoz, a Szentlélek felkeretése, ereje szükséges ahhoz, hogy építeni tudjunk másokat, amelyre el vagyunk hívva. Az alapvető igazságok egyike az, hogy a Szentlélek ajándékai ott vannak a megtért újjászületett ember életében, és azért imádkozunk, hogy megteljenek Szentlélekkel a hívők, hogy ne féli, ne negyedízig legyenek telve a lélekkel, hanem csordultig legyenek telve a Szentlélekkel, és tűzben égjenek Jézus Krisztusért. És a tűz legyen erős arra, hogy szeretet gyűlöljön a szívekben, a másik ember felé, a testvére felé, de ne csak a testvére felé, hanem a világban az elveszett lelkek felé. Megdöbbentett, amikor láttam egy beszámoló videót a kínai ébredésről, és láttam, hogy bizonyságot tesznek a kínai emberek az utcán. Vadidegen embereknek, más kínai embereknek. Láttam, hogy sírva ragadja meg a kezét a másik kínainak ez a hívő ember, és sírva mondja neki, hogy értsd meg, az Isten szeret téged, és ha nem fogad el Isten szeretetét, nem fogad el a bűnbocsánatot Jézus Krisztusban, elveszel, elkárhozol.
Édesapám a kórházba került, elég súlyos az állapota most ezekben a napokban, és tapasztalt csodálatos gyógyulást. Imádkoztunk, ő is imádkozott. Néhány évvel ezelőtt kijött a kórházból úgy, hogy amputálni kellett volna az egyik végtagját, és az amputáció napján elő volt készítve a műtétre, ment be az orvos hozzá még reggel, hogy megnézze az amputálandó testrészt, és újra élettel telt meg. És azt mondta az orvos, hogy nem kell levágni. És megtapasztalta az édesapám Istennek a csodáját, hogy meggyógyította őt. Csodálatos módon. Azonban nem változtatta meg az életét. És néhány év múlva újra betegágyba került. És most szigorúan mondtam neki, édesapa, meg kell állnod Isten ítélőszék erőt, hogy kinek hamarabb, neked vagy nekem, nem tudjuk. De ne feledd el, számot kell adnod az életedről. És ha nem fogod el az Isten bűnbocsátó kegyelmét, nem adod az életedet Krisztusnak, bűneiddel együtt, elkárhozol, és a pokolra kerülsz, és örökké szenvedni fogsz. Míg van idő, gondold meg, hogy döntesz. Hiszel Jézusban? Szükséged van Krisztusra? Azt mondta, igen. Szükségem van rá. Persze éreztem szívemben, szememben belül, hogy még kell valami. Még kell, hogy mélyebb legyen. Az Istenek kegyelme még egy átjárja őt, hogy megnyíljon a szeme, hogy világosságra jusson, hogy értse az evangélium súlyát. És akkor láttam a kínai embereket bizonyságot tenni, azt mondtam, Uram, mennyire jár rád engem a te szereteted az elveszettek felé, mennyire értem azt, ha ma meghalnak, a pokolra kerülnek, és örökké tart a szenvedés. Azt mondta édesanyám, aki néhány éve már átadta az érdét Krisztusnak, hogy ne beszéljen keményen az édesapáddal. És mondtam, anya, értsd meg, ha apának elkérik a lelkét, ez a földi élet limitált, néhány évtized, de mi utána én örökké fog tartani. Nem mindegy, hogy dönt. És bizony, fontos, hogy szigorú legyek, hogy komolyan beszéljek vele erről. Persze szeretettel megöreltem, megpuszíltam, kifejeztem a szeretetemet, mert nagyon szeretem, és aggódom az ő üdvösségért, aggódom az ő életéért. Kézzátétel, hogy vedd a Szentlélek ajándékát, hogy megtehess Szentlélekkel, és persze a gyógyulásért, az áldásért szintén imádkozunk. A kézzátételekben ez is benne van. Aztán a halottak feltámadása. Két feltámadás lesz. A Biblia beszél arról, az 1 Tesszalonika 4:16-17-ben, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alá szállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadhatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Jelenések könyve 26-ban azt olvassuk, boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, és ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Tehát akik Krisztusban hisznek, és elköltöznek ebből a földi létből, mindenkor az Úrral lesznek, de egy napon egy megdicsőlt, örök életre alkalmas testet fognak kapni. Pál azt mondja, olyan ez, mint a búza maga, amely elrothad a földben, kiserken és új búza magot terem. Ilyen a halottak feltámadása is. Alaptanítás. Azt mondja Pál apostol, ha nem hisszük azt, hogy a halottak feltámadnak, akkor hiába való a mi hitünk. Ha nem hisszük, hogy Krisztus feltámad a halottak közül, akkor miért szenvedünk annyit érte? De mi hisszük, hogy Jézus meghalt, de feltámadt és most is él. És tapasztaljuk az ő működő erejét és hatalmát ma is a mindennapi életünkben. Akár szenvedése közepette is. Az ő erejét, az ő szeretetét minden úrvacsorakor. Amikor veszik az ő erejét, amikor megemlékezünk róla, hogy mit tett értünk a Krisztus, amikor felnézzük a keresztre, és a kereszten szenvedő Krisztus meglátjuk, és látjuk benne az Isten szeretetét, hogy Isten szíve megtört benne értünk, megerősödünk, hogy Krisztus ennyire szeret bennünket, hogy Isten ennyire szeret bennünket, hogy Krisztus ennyit szenvedett értünk, és ez átvisz bennünket a legnagyobb nehézségen is. A halottak feltámadásának reménysége a hívő embernek alapvető része az életének. Aztán beszél a Szentírás az örök ítéletről. Következőképpen beszél Jézus a Márk 9:43-44-ben feljegyzett igék szerint. Ha megbotránkoztat téged, az egyik kezed vág le, mert jobb a csonkán mégy be az életre, mint a két kézzel mégy be, mély a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol a férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Akkor édesapámnak megtudtam ezt az állapotát, akkor az az ígért föl bennem, jobb fél lábbal menne mennybe, mint két lábbal a pokolba.
És azt mondom, Uram, hogy azt kell neki, hogy levágják a fél lábát, hogy megmentsd az életét, akkor tedd meg. De ha úgy dicsőíted meg a nevedet, hogy meggyógyítsd, akkor meg tudod gyógyítani. Van hatalmad rá. De inkább üdvösséget adj neki, mint egészséget. Inkább a lelkét ments meg, mint hogy két lábbal elkározzon és elvesszen örökké. Örök ítélet, örök kárhozat. Fiatalon az élet múlása értelmezhetetlen. Nem is akarlak ezzel traktálni titeket. Eljön az idő, amikor értelmezetté válik számotokra, hogy múlik ez a földi korlátos idő, és telik az örökkévaló. Ne felejtjétek el, ha volt már bármilyen szenvedés és fájdalom az életetekben, akár egy torokgyulladás, amikor annyira fájt a torkotok, hogy alig tudtatok nyelni. Milyen szenvedés volt az a lázas betegség egy-két napon keresztül is? Mennyire leveszi az embert a lábára, és mennyi szenvedést okoz? Gondoljatok bele, hogy a pokol gyötrelmei milyen borzasztóak lesznek, amiről így beszéljünk, és a férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Állandó szenvedés és gyötrelem. Nos, ezek az alapvető bibliai alapelvek, alapigazságok, a hitünk alapkövei, ezt mondja a Szentírás, mint alaptanítások. A gyülekezetről, ahol beépít bennünket a Szentlélek, azt mondja az Isten igéje az 1 Korintus 3.9-ben, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten számtőföldje, Isten épülete vagytok. Élő kövek vagyunk. Az Efézusi levél 2.20-22-ben azt olvassuk, mert ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Szentlélek által. Itt vagyunk most ebben a táborban. Kérdeztem, hogy ki az, aki már bizonyosabban elköltözne ebből a földi létből, akkor Isten előtt úgy állhatna meg, hogy bemehetne a mennybe, és ki az, aki még ebben bizonytalan. Különféle élethelyzetből jövünk. Különféle gyülekezetből, különféle családból, különféle múltunk van, különféle képzettségünk, különféle élethelyzetben vagyunk. Sok mindenben különbözünk. Mégis ennek az igének kapcsán egy dolog, ami nagyon lényeges. Vannak, akik már beépültek, akiket már a Szentlélek beépített a Krisztus testébe. Már részei a gyülekezetnek. Bizonyosak abban, hogy kapcsolódnak a Krisztus testéhez. Kapcsolódnak a testvéreikhez. És vannak, akik úton vannak. Akiken már dolgozik a Mester. Vonzza őket. Emlékszem rá, én körülbelül egy évig voltam barátkozó. Kerestem az Urat, olvastam a Bibliát, de még nem voltam része a gyülekezetnek. Nem tartoztam még Krisztushoz, nem kapcsolódtam Krisztushoz, nem volt bennem élet, még nem értettem az igéjét, még nem elveredett meg a Szentírás, még nem kaptam meg a Szent Lelket, még nem volt új életem, de már jártam, már érdeklődtem, már kerestem, már kutattam, közeledtem. Mikor ezen gondolkodtam, nem régen eszembe jutott Ványi Elek bácsi, akinek egyszer a segédmunkása voltam egy építkezésben, kiváló építőmester volt, és nagy gondossággal építette a falat. Jó volt látni a mesterembert. Olyan kis könyves kalapácsa, minden egyes téglát megfogott, bemalterozta, és szépen a helyére illeszgette. Precízen és pontosan. Amikor elérkezett egy olyan helyre, ahol kisebb tégla méretre volt szükség, kis kalapácsával befaragta a téglát. Olyan precízen tudott ütni, hogy pontosan annyit vágott le belőle, egy picikét kellett igazítani, hogy be tudja illeszteni a helyére. Tudjátok, vannak, akik még azért nem tudnak beilleszkedni a Krisztus testébe, mert van róluk, mit lefaragni a Mesternek. De jó hírem van, dolgozik rajtad a Mester. Farag rajtad, hogy beilleszkedjen téged a helyedre, hogy igazán azt érezd, hogy győztes vagy, hogy ezért érdemes élni. Amikor a helyedre kerülsz Krisztusban, akkor valahogy úgy éled meg, hogy teljes vagyok. Nem kell már semmi. Teljes vagyok, boldog vagyok. Sokat mondják ma, hogy siker, 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 olimpiai bajnok, olimpiai cím, aranyérem. Ugyanakkor azt is lehet hallani, hogy a boldogság nem a siker függvénye. Nem feltétlen azok boldogok, akik sikeresek. És a kudarcok nem feltétlen jelentik azt, hogy boldogtalanok vagyunk. A kudarcok jó eszközei Istennek arra, hogy formáljanak bennünket egyre hasonlóbbá Krisztushoz, és kimunkáljanak bennünk olyan dolgokat,
amelyek boldogtalanná tehetik az életünket. Isten élő temploma vagyunk, azt mondja Péter. Összeilleszkedünk. És ahogy mondtam a kőműves mestert, ezt a képet, hadd mondjam, hogy volt a habarcs, amivel össze volt kötve a tégla. És a keresztény épületnek, az élő templomnak, amely a keresztény emberek, élő húsvér embereknek a kapcsolatából, kapcsolat hálójából épül fel, a kötő eleme, a habarcsa, ki tudja mi az? Tippeljetek. Hallusztok? Mi lehet a habarcsa, ami összeköt bennünket? Marter, ez jó, igen, ez a... Szakember, szakember vagy. Mire gondoltok? A szeretet. Így van. Nagyszerű. A szeretet az Isten martere. Azt mondja a Kolossi 3.14-ben a Biblia, mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Gary Kalb, aki itt lesz most a Balatonneten, elmondta az ő megtérésének a történetét. Nagyon megindított, nagyon megérintett engem. Azt mondta, hogy fiatal srác volt, még gyermek, amikor elváltak a szülei, és édesanyja elvitte őket a gyülekezetbe kétségbeesésében. Nem sokkal ezután az édesanyja valamilyen szintű döntést hozott is Krisztus mellett, majd bemerítkezett, de az életét egészen nem adta át az Úrnak, és ők, mint gyermekek, oda jártak a gyülekezetbe, jártak a gyermekfoglalkozásra, és hát mint gyermek érdeklődtek. Majd elmaradt az édesanyja, és tinédzserként ők is elmaradtak a gyülekezetből. Ez a Gary Kalb nevezetű testvérünk kábítószeres lett, és eléggé belefolyt a tinédzserek akkor életében, viszont a bátyja megelégelt ezt az életet, visszament a gyülekezetbe, mély bűnbánatra jutott és megtért. Nem sokkal később az édesanyja is, ő is mély bűnbánatra jutott és teljes elkötelezettségre jutott Krisztusban, és átadta az életét egészen Jézusnak. Gerinek a lelkére kezdtek beszélni, hogy gyere a gyülekezetbe, gyere vissza Jézushoz. De Geri kemény volt és nem akarta Jézust. Inkább akarta haverokat és inkább akarta élvezni az életet a maga felfogása szerint. És egy alkalommal abban az áruházban, ha jól értettem, a Geri, ahol a Geri testvére dolgozott, volt egy rablás. És Geri testvérét, a bátyját meglőtték. Olyan súlyos volt a sérülése, hogy kórházba került és nem tudott beszélni, válságos volt az állapota. A gyülekezetből többen eljöttek a testvérek közül a kórházba, és egy kórház egyik kis termében imádkoztak. Hívták Gerit, és hogy gyere, imádkozzunk a bátyjáért. Szégyelte, hogy nem megy el, szégyelt nem elmenni, hisz szerette a testvérét, elment ő is, megfogták egymás kezét, és sorba imádkoztak. És ugye rákerült a sor, azt mondja, hogy arra döbbent, hogy ő elveszett. Hogy ő egy elveszett ember, és elkezdte Isten keresni. Majd bement a bátyjához, és azt mondta a bátyjának, hogy figyelj ide, de lehet, hogy nem tudod, hogy miért történt ez veled. Lehet, hogy nem érted, hogy miért engedte meg Isten. De egy biztos, hogy azért biztosan történt, hogy engem Isten ezen keresztül magához hívjon. És azt mondja Geri, hogy a bátyja nem tudott beszélni, de egy mosoly megjelent a szája szélén. Majd néhány nap múlva meghalt. Gerinek az első útja a gyülekezet volt a következő vasárnapon, és amikor előrehívás volt, szaladt előre. Ment előre és átadta az életét Jézus Krisztusnak. Amikor a lelkipásztorral beszélgettek, és elmondta a történetét, akkor azt mondta a lelkipásztor neki, hogy pontosan ezért imádkozott a bátyád. És kérdezte Geri, hogy miért imádkozott a bátyád? Szóval tudod, a bátyád, azt sokszor hallottam sírva imádkozni, amikor így imádkozott, hogy Uram, én az életemet is odaadom, hogy az öcsém megmeneküljön. Ha az kell, hogy az öcsém megmeneküljön a haláltól, a pokolból, és megtérjen, akkor odaadom neked az életemet. És akkor értette meg Geri, hogy miért mosolygott a bátyja a halál előtt néhány nappal. Mi volt az, ami neki annyira fontos volt, és ilyen örömet okozott? Isten habarcsa a szeretet. Ha nincs szeretet, semmi sincs. Az új hívőket a szeretet köti össze a régebbi keresztényekkel gyülekezetben. A szeretet kapcsolja be őket a gyülekezet közösségébe. A szeretet egyre jobban árad, minél többet adsz belőle. Ha be van dugulva az életed, a kisességkomplexussal küzdködsz, ha félénk vagy éppen nagyképű vagy, bármilyen problémán is van, kapcsolódj a Krisztus szeretetére, és oszd meg másokkal. Keresd azok társaságát, akiket még nem ismersz, és próbálj adni. Aki másokat felüdít, maga is felüdül. És a megajándékozó bővölködni fog. Az Isten világa másképpen működik, mint ez a világ, ami körülvesz bennünket.
más az értékrendje, de sokkal mélyebb az öröme. Sokkal több, amit kaphatsz. Vedd az Isten szeretetét, és add tovább. És minél többet adsz belőle, annál jobban mossa át a szívedet az Isten szeretete. És annál inkább tudsz segíteni másokat, bekapcsolni az életbe. Szántóföld is az életünk, Isten szántóföldje is a gyülekezet, és ez a szív az Isten magja szempontjából sokféle lehet. Jézus beszél a magvető példázatában arról, hogy vannak olyan szívek, akik olyan, mint az útfélre esett mag, hallják az igét, aztán jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Szóval valakiknél a sziklásföldre esett az a mag, az Isten igének a hirdetése, mint ahogy most is történik, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akinél pedig jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Legyen jó talaj a szívünk. Ezt olvasok a Zsidó 3.12-ben. Vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen köztetek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék valaki közületek a bűncsábításától. A bűncsábítása pedig azt jelenti, hogy megtévesztés, csalás, árulás, csábítás, figyelj, szórakozás, időtöltés, kéjelgés. Figyelj oda, hogy töltöd az idődet. Sportolj, neves, játsz, beszélgess, menj a kávéházban. Figyelj oda arra, hogy mit osztasz meg a másik emberrel. Legyen az ebben a táborban természetes, hogy megosztjuk a bizonyságtételünket. Kérdezd meg a másiktól, hogy tértél meg? Hogy ismerted meg az Urat? Mit munkál benned Isten ezekben a napokban? Milyen igét kaptál az Úrtól? Mit olvastál ma a Bibliában? Legyen természetes az hívő testvérek között, hogy építjük, buzdítjuk egymást. Segítjük egymást. Élesszük egymásban a tüzet Krisztusért. A szenvedély Krisztusért. Bátorítjuk egymást. Nevetünk, játszunk együtt, de legyen része, legyen kultúrája, a bibliai kultúra az életünknek. Hogy az Isten igéjét osszuk meg egymással, amit bennünk munkált az Isten. Osszuk meg a tanúbizonyságot egymással, építsük egymást. És Dávid a 63. Zsoltár első versében így beszél. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utána szomjazik a lelkem, utána sóvárom a testem, mint a kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Ezt a szenvedély Dávidban a nyomorúság és a fájdalmak teremték meg. Dávid szorult helyzetében termett ilyen gyümölcsöt a szíve. A keresztény élet az nem feltétlen ilyen világi full happy. Sok szenvedés éri az igazat. Ez nem népszerű dolog, amit most mondok, de ez az igazság. Azt mondja a Biblia, hogy akik Krisztust akarják követni, azok sok fájdalmat fognak átélni, és üldözni is fogják, mint ahogy Krisztust üldözték. De az is biztos, hogy áldás nyer az Úrtól az, akinek a szíve beissza a gyakran ráhulló esőt, ahogy olvastok a felolvasott igében. Hullik az ige mag csoportbeszélgetésen, az ige hirdetéseken. Vigyázz, hogy fogadod. Engedd az Istennek, hogy megöntözze a szívedet, lazítsa a szívedet. Termékenyé tegye a szívedet. Józsiénak ezt mondja Isten, ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel és nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Hogy lehet sikeres? Egy napon rengeteg munkám volt abban az időszakban, nem is olyan régen volt, és úgy ellaposodott a szellem életem. Olvastam Bibliát, imádkoztam, de éreztem, hogy nagyon lapos. És annyira szükségem volt az Isten áldására, hogy előre menjenek a dolgok a munkahelyemben, az életemben. Kérdeztem az Urat, csak így sóhajtottam, és ezt az igét hozta fel a Szentlélek. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel és nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Hogy lehet sikeres? Győztes. Ha az Isten igéje járja át a szívünket, gondolatainkat, és azt szerint élünk és járunk. Egy
filmbejátszást hoztam nektek végül, és ezzel kapcsolatban szeretnék majd néhány gondolatot még megosztani, hogy milyen kihívások előtt állunk, amely felett a győzelem a miénk Krisztusban. Nézzük meg ezt a filmbejátszást a Tűzszegere című filmből. Majd megnézitek végig a filmet. 1981-ben készült ez a film. Egyébként pedig az 1924-es Párizsi olimpia körül eseményeket dolgozza föl. Egy Eric Lille nevezetű skót lelkész, aki futó is volt, korábban válogatott rögbi játékos volt, skót rögbi játékos, aki olyan mértékben tisztelte az Istent, hogy azt mondja, hogy vasárnap az Úré. Vasárnap nem futunk, nem dolgozunk, hanem megyünk a gyülekezetbe, szolgáljuk az Urat, keresjük a testvéri közösséget, megszenteljük azt a napot. Fú, döbbenetes. Amikor újra szembesültem ennek a filmben, ennek az üzenetével, hogy milyen véresen komolyan vette ez az ember a vasárnap szentségét, az Isten igényét pontosabban, megdöbbentem. Fél évvel a olimpia előtt megtudta, hogy vasárnap lesz a 100 méteres sífutás döntője. A 100 méteres sífutás az olimpia és maga az atlétika csúcsa, tehát a legnézettebb, a favorit szám. Ő volt a leggyorsabb ember Angliában. Volt egy Harold Abraham nevezető futó, aki a második volt Angliában, és biztos volt az aranyérem ennek az embernek a prémium 100 méter sífutás számban. Ő azt mondta, hogy ő nem fogja szembeköpni saját magát, és nem fog gyalázatot hozni Isten nevére, mert úgy gondolta, hogy ha ő fut, Isten dicsőségére fut. A filmben látszik is, és feldolgozták, hogy mikor a sprintet futott, és a végén odaadott mindent, akkor hátra dobta a fejét, és följegyezték róla egyébként a krónikák is, hogy mosolygott, és mosolyogva nyitotta ki a száját, és vette a levegőt, fejét hátravetve, beindult a turbó. És tényleg ez az ember Isten dicsőségére futott. A 400-as sífutásban, ahogy hallottuk is a bejátszásban, odaállt a rajthoz, és olyan mértékű futást vágott le, hogy 5 métert vert rá a társaira. Két futó a cél előtt összeesett, akivel együtt futott. A kettő közül az egyik egy amerikai bemászott a célba. Nem tudott bemenni, elájultak, összeestek. Olyan tempó diktált ez az ember. Olyan mértékben mellé állt Isten. Ericnek az élete érdekesen alakult. Amikor véget az olimpiának, megnyerte az olimpiai címet, ünnepelt ember volt Skóciában, óriási lehetőségekkel, mégis ő úgy döntött, hogy visszamegy Kínába, ahol született, édesapja misszionárius volt ott, és ott szolgál a kínai emberek felé, hogy megismerjék Jézus Krisztust. Az egész életét ennek szentelte, Istennek adta, hogy neki szolgáljon. Stadionépítésben volt benne, gyerekekkel foglalkozott, és amikor a háború elérte Kínát, és 41-ben, majd 43-ban egyre rosszabbá vált a helyzet Kínában, a három gyermekével, kanadai feleség a tengeren túlra távozott, és ő ott maradt egyedül Kínában, és bátorította az internáló táborba szorult embereket, szervezte a tábori életet, szerette az embereket Krisztus szeretetével. Majd agydaganatban meghalt. A másik ember, aki ebben a filmben egy másik főszereplő, a Harold Abrahams, aki úgy nyerte meg a 100 méteres döntőt 1924-ben Párizsban, hogy nem indult Eric. Amúgy csak második lehetett volna. Ez a férfi az olimpiai címmel élve visszament Angliába, és sportriporter lett, statisztikus, majd a brit amatőr atlétikai szövetségnek az elnöke, és mintegy 30 éven keresztül a királyi családnak a sebésze volt. Felvetem a kérdést, hogy ki az, aki sikeres volt? Melyik ember volt sikeres? És egyáltalán a mi szemszögünkből mit jelent sikeresnek lenni? Vajon
Az, amit én sikeresnek gondolok, az tényleg boldoggá is tesz engem. Vajon az emberi mérték szerinti siker tényleg beteljesíti az ember életét? És úgy tud-e élete végén beszélni, mint Pál apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. A Biblia szerint az a sikeres, aki azt az életpályát futja meg, amelyet az Isten számára a teremtésétől fogva eltervezett. Az éli meg az élete végén, a földi életpályának a végén, hogy beteltem az élettel. Sikeres volt az életem. Olyan jó volt, hogy ezt az életet éltem. A kérdésem az, hogy te milyen életet szeretnél? Emberi mérték szerint sikereset, amelyet mások sikeresnek tartanak, de belül lehet mégis üres maradsz, vagy szeretnéd azt az életet, amelyet Isten eltervezett neked, amelyben nem mindig sikerek vannak emberi szemben, hanem vannak benne kudarcok. Mégis ezek a kudarcok erődre válnak, és formálnak, és alkalmasabbá tesznek arra, hogy előre haladj azon az úton, amelyet az Isten számodra eltervezett. Te milyen életet szeretnél? Szeretnék lehetőséget adni most arra, hogy aki úgy érzi, hogy ki kell lépnie, ki kell mozdulnia a mostani élethelyzetéről. Talán rosszul gondolkodtál a sikerről, vagy éppen nem vagy még benne az Isten országában, és el akarod kötelezni magad Krisztus mellett üdvözítő hittel. Vagy úgy vagy itt, hogy te tényleg azt a sikert akarod, amelyet az Isten tervezett a számodra, és érte akarsz égni és élni. És nem az érdekel, hogy mit gondolnak az emberek rólad, hanem az érdekel, hogy mit gondol rólad Isten. Akkor én szeretnék veled együtt imádkozni, mert számomra ez egyedül fontos. Ez a lényeges. Hogy mit gondol Isten az én életemről. És én úgy akarok élni, hogy ez neki tetszen. Nem mindig sikerül, de törekszem rá. És tudjátok, akkor néhány évvel ezelőtt a munkahelyemet úgy volt, hogy bezárják, és Isten szólt hozzám, hogy nem fogják bezárni, hanem még nagyobb lesz. És elmondta a menedzsmentnek, ahol tartozom én is, vagy egyik vezetővék egy cégnek, hogy Isten azt mondta nekem, hogy még nagyobb lesz a cégünk, és meg fog áldani bennünket, és ez megtörtént, akkor azt mondta a kolléganőm, ha Isten megteszem, amit mondtam, eljön a gyülekezetbe. Isten megtette, és néhány hihetetlen vasárnap ott volt a gyülekezetben. És a gyerek eljött a gyerektáborba, hozta a gyerektáborba, mert látta Isten cselekedni. Kérdés az, hogy ott akarsz-e lenni, és úgy akarsz-e ott lenni, amire Isten elhívott. Betölteni a te küldetésedet, megfutni a pályát, és szeretnéd-e így befejezni, mint Pál? Hogy befutottam a pályát, megfutottam, győztem. Vagy szeretnéd-e úgy befutni a pályát, mint Erik, aki nem kötött kompromisszumot, még a király, és a sporttársai győzködésére sem. Nem úgy volt elvtelen. Van-e köztetek olyan, aki azt mondja, igen, én ilyen életet szeretnék. És érzem, hogy most nekem jönnöm kell, ki kell lépnem abból a gondolkodásmódból, amiben vagyok. Mert tudom, vannak sokan, akik így gondolkodnak köztetek. Viszont vannak, akinek szükséges az, hogy kilépjenek, és azt mondják, Istenem, itt vagyok, könyörülj rajtam. Változtass meg a szívemet, formálj engem, add a te tüzedet az életembe. Mert én azt az életet akarom megfutni, amelyet számomra elterveztél. Álljunk most föl, kérlek titeket, és nem sokára lesz lehetőség előre jönni, hogy így imádkozzunk. Lesznek, akik segítenek, és én is majd tegyek segíteni és imádkozni veletek együtt, akikben ott van ez a vágy, döntés. De hadd mondjam neked, aki nem vagy még az Úré, és Isten már munkálkodik benned, és ma megértetted, hogy a te részed az örök élet Istentől, és nem az örök kárhozat. És el akarod fogadni Jézus Krisztusban a megoldást, a megváltást. Te is gyere előre. Ne várj a következő napokig, hanem légy már ebben a táborban úgy itt, mint aki része a Krisztus testének, az élő testnek, a gyülekezetnek. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk, és az imádság után játszani fognak testvérénk egy dalt, ami alatt bátorítanak, hogyha szólt hozzád az Úr, és az a szívedben, hogy fontos, hogy ki gyere, és Isten lelke indítja a szívedet. Én nem akarok győzködni, mert a legfontosabb az, ami közted és Isten között játszódik le. Akkor kérlek, majd gyere ide előre, hogy együtt imádkoztassunk, és
lesznek majd segítőim, őket is kérem, hogy jöjjenek ide elő a színpad elé, hogy imádkozzunk majd veletek, értetek együtt, hogy azt a pályát fussuk meg, amire az Úr elhívott és kiválasztott. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Atyám, én hálás vagyok neked, hogy különleges életre hívtál el bennünket, hogy egyedi, személyre szabott terved van az életünkkel, és ezt akarod is, hogy betöltsük. Azért imádkozom, édesatyám, Jézus nevében, hogy akinek a szívét ma megérintetted, akihez szóltál, és szükséges, hogy elhatározása jusson, adj neki erőt, Uram, Szent Lelked által, és változást a szívébe, hogy tudjunk együtt imádkozni és hozzád jönni. Kérlek azokért is, Uram, akik még nem ismernek téged személyesen, minden akadályt bonts le a szívükből és az elméjükből, hogy lássalak téged, hogy megnyíljon a szemük, és az életüket egészen neked adják. Kérlek a félszívűekért, akiknek fontosabb a keftelés, a szórakozás, mint te. És nem a szórakozással van baj, hanem az a baj, amikor nem érted a szívünk. Kérlek azokért, akik megértettek és bánkódnak most emiatt, Uram, és szükségük van arra, hogy belenyúlj az életükbe. Adj bátorságot nekik, Uram, és változtass az életüket. Amen. A dal alatt kérlek titeket, akik szeretnétek meghozni a felsorolt döntések valamelyikét, és szükségét érzitek, és Isten Szent Lelke működik a szívetekben, gyertek előre, és szeretnénk veletek együtt imádkozni. Szívemben vannak a fiúk, a férfiak, nekünk néha nehezebb ilyen jellegű kifejezése a hitünknek. Külön bátorítanak férfiak, fiúk, szánjátok oda az életeket Krisztusnak, égjetek az Úrért, legyetek elsők az Isten népe között, buzgók, odaszánt szívűek, égjetek az Úrért. Legyetek olyanok, akiknek az a dicsőség, hogy Isten igéjével telik meg a szívetek, Isten lelkére vagytok megtelve. Hogy az legyen a menő, hogy a Bibliával kezetekben keresitek az Urat már jókorán, hogy bátorítotok embereket, fiúkat és lányokat. Külön bátorítanak fiúk, férfiak, adjátok az életeket Krisztusnak. Persze ti is, lányok, asszonyok, nagyon kedvesek vagytok az Úrnak. Különlegesek vagytok, és Isten dicsekedik a buzgóságotokban. A ti szíveteket is akarja az Úr egészen. Istennek nem elég a fél. Nem elég a negyed. Nem elég a 90%. Isten egy teljes élettel tud mit kezdeni. Add a teljes szívedet az Úrnak, a teljes életedet Krisztusnak, hogy azzá legyél, amivé ő teremtett.